Márai Sándor, négy évszak, december. Ez a hónap az ünnep. Mintha mindig harangoznának, nagyon messze, a köd és a hófájtlei mögött. Gyermekkorunkban a hónap első napján árkus papírra, kék és zöld ceruzával karácsonyfát rajzoltunk. Karácsonyfát 31 ággal. Minden reggel, dobogó szívvel megjelöltük, mint egy letöröltüke jelképes fa egyik ágát. Így közeledtünk az ünnep felé. E módszerrel sikerült a várakozás izgalmát csak nem elviselhetetlenné fokozni. A hónap közepe felé, amint közeledett az ünnep, már állandóan lázas voltam, esténként félrebeszéltem, hideglelős dadogással meséltem dajkámnak vágyaimról. Mit is akartam? Gőzvasutat és jegyukasztót, igazi színházat, páholyokkal, színésznőkkel, rivalda fénnyel, sőt valószínűleg kritikusokkal és azokkal a szabónőkkel is, akik megjelennek a főpróbákon és rosszabbakat mondanak a darabról. Ezen felül lengyel kabátkát akartam. Továbbá Indiát, Amerikát, Ausztráliát és a Marsot. Mindez persze sejem papírban, angyalhajjal tetézve. Egyáltalán gyermekkoromban mindig a világegyetemet akartam, az életet, amely egyszerre volt bicikli, kirándulás a tátrába, anyám zongorázással sötét társalgóban, bécsi szelet, almásrétes és diadal összes ellenségeim fölött. Most, hogy az ünnep közeledik, Meglepetéssel észlelem, mintha még mindig várnék valamire. E napokban megesik, hogy elindulok az utcákon, megállok a kirakatok előtt, nézelődöm. Öngyújtó nem kell. Fényképezőgép, Viktor Hugo összes művei bőrben, zsebkés, melynek gyöngyház ötféle penge van, továbbá dugóhúzó, körömtisztító és pipaszurkáló is. Nem kell. Semmiféle tárgy nem kell már, s ha jól meggondolom, Lemondok Indiáról, Ausztráliáról és a Marsról is. Ellenségeim cikkeit érdeklődéssel olvasom, s színházba lehetőleg egyáltalán nem járok. Mégis. Valamit várok még. Annyi karácsony múlt el egészen sötétek, s aztán mások, csillogók, melegek és szagosak. Annyi ünnep, s még mindig itt állok, a férfi kordelén őszülő fejjel, tele kötelezettséggel és ígérettel, melyeket az angyal sem tudna már beváltani és még mindig várok valamire. Néha azt hiszem, a szeretetre várok. Valószínűleg csillapíthatatlan ez az éjség, aki egyszer belekóstolt, hol szeretni. Közben már megtudtam, hogy szeretetet kapni nem lehet, mindig csak adni kell ez a módja. Megtudtam azt is, hogy semmi sem nehezebb, mint a szeretetet kifejezni. A költőknek nem sikerült soha a költőknek, akik az érzelmek és indulatok minden árnyalatát rögzíteni tudják szavaikban. A szeretetnek nincs színfoka, mint a gyöngétségnek, nincs hőfoka, mint a szerelemnek. Tartalmát nem lehet szavakban közölni, ha kimondják, már hazugság. A szeretetben csak élni lehet, mint a fényben vagy a levegőben. Szerves lénytelen nem is élhet másképp, csak a hőben, a fényben, a levegőben és a szeretetben. Mindezt tudva, az egyre zavartabb és bizonyosabb tudásban nem tehetek mást, mint sorra járni az üzleteket, s vásárolni öngyújtót, illatszert, nyakkendőt és jegyükasztót, gőzvasutat és Viktor összes műveit. Tudom, hogy mindez reménytelen. Mit csináljak? Az ember azt adja, amit tud.